Amikor sokat tanulsz egy témáról, előbb-utóbb bele fogsz futni valami olyan ismeretelembe, amivel már találkoztál. Ez nagyon sokszor bosszúság forrása, pedig szerintem létezik egy ennél sokkal előrevívőbb értelmezés, és ezért ebben a részben azt nézzük meg, hogy ez micsoda és miből származik. Szeretettel köszöntelek, én Nyiri vagyok, kutyások személyes fejlesztésével foglalkozom, és én találtam ki a Legyél Mindig Kutyás rendszert. Azt mondtam a bevezetőben, hogy ha sokat tanulsz egy témáról, akkor előbb-utóbb óhatatlanul bele fogsz szaladni valami olyan tudáselembe, amiről azt érzed, hogy te ezzel már találkoztál. Ez egyszerűen annak a következménye, hogy ahogy haladsz előre a tanulási utadon, legyen szó kutyázásról, magáról a személyes fejlesztésről, vagy bármilyen egyéb témáról, ami számodra fontos, ahogy egyre több tananyagot megismersz, egyre több szerzővel találkozol, Óhatatlanul előfordul az, hogy valamilyen ismétlődéssel találkoz. És nagyon sokszor ez bosszúság forrásává válik, azáltal, hogy az emberek azt kezdik érezni, hogy amikor ezzel az ismétlődéssel dolgoznak, akkor az idejüket pocsékolják. Amikor kifizették a pénzt ezért a tananyagért, vagy ezért a könyvért, akkor kiszorták a pénzüket az ablakon, vagy ne adj Isten azt érzik, hogy egyszerűen becsapták őket, mert valami olyat próbálnak nekik adni, amivel már találkoztak. Pedig arról már ebben a körben is beszéltünk, hogy ha több egyszer találkozol ugyanazzal az ismeretanyaggal, akkor az mindig különböző módon fog hozzád megérkezni. Ennek az az oka, hogy ahogy más lesz a, a tudásod szintje, több tapasztalattal fogsz rendelkezni, ugyanaz az ismeret elem egyszerűen több helyre más módon tud kapcsolódni, mint korábban, ezért egyszerűen nem igaz az, hogy mindig ugyanúgy találkozol ugyanazzal az ismerete anyaggal, amivel korábban. Gondolj csak bele, hogy például a harcművészeteknek az oktatási rendszere is úgy van fölépítve, hogy folyamatosan a teljes tanulási folyamat, vagy a teljes gyakorlási folyamat során, ami akár valakinek a teljes életét lefedheti, szerepe van annak, hogy folyamatosan visszatérnek az alapgyakorlatokhoz, és azokat tökéletesítik, és látszólag Uh, ugyanazokat a gyakorlatokat csinálják végig újra és újra, de mindig magasabb tapasztalási szinten, mindig magasabb tudás szinten, és ezért egyre magasabb minőségűvé válik uh, maga a gyakorlat elvégzése, és másféle tudások születnek, vagy másféle tanulások születnek meg uh, belőle annak a számára, aki gyakorol. És ez szerintem nem csak a harcművészetek terén igaz, hanem bármilyen uh, tudás tekintetében, hogy ahogy másféle, tudás szinten vagy te, egy-egy ismeretanyag is máshogy fog megérkezni hozzád. Tehát önmagában nem igaz az, hogy újra találkozni egy adott ismeretanyaggal, azt jelenteni, hogy pontosan ugyanazt történik, ami már egyszer túl vagy. És ami a, ezen kívül, mint új szempont szerintem fontos, hogy a, nagyon sokszor az történik, hogy te azt gondolod, hogy az a tudás, ami a fejedben van, az valahogy kívülről érkezett hozzád. Tehát láttad valakinél, uh, olvastad valahol, vagy valamilyen tananyagban ez szerepelt. Pedig a gyakorlatban nagyon sokszor az történik, hogy te kitermelsz magadnak ismereteket azáltal, hogy összekapcsolod a meglévő tudásodat, a meglévő ismereteidet, és Uh, egyszerűen az egy torzítás, az egy csalása az elmédnek, ez a csalás, ez nem egy szép szó talán a torzítás egy foka pontosabb, tehát az egy, az egy ilyen megélés csak, hogy ezt a valahonnan kívülről szerezted ezt a tudást, nem, ezt te termelted ki a saját magad számára, és szerintem pontosan ebből származik egy lehetséges előrevivő értelmezés, akkor, amikor abba szaladsz bele, hogy... Uh, igen, amit XY mond, az pontosan az, amit én is tudok, vagy én is gondolok erről a témáról, hogy ez egyszerűen egy megerősítés, hogyha valaki olyan mondja, aki abban a témában számodra hiteles, hogy igen, azok az ismeretek, amiket megszereztél korábban, azok relevánsak és pontosak, illetve azok az ismeretek, amiket az egyéb tudásodra építve te termeltél ki magadnak, az pontos és előrevivő. Szóval, vidd el ebből a részből, kérlek szépen azt, hogy csak azért, mert olyan tudáselemmel találkozol, ami már előfordult korábban, ez számodra ne a bosszúság tárgya legyen, hanem egy lehetőség az ismétlésre, illetve a megerősítés egy forrása azáltal, hogy valaki más, aki számodra hiteles, ugyanazt gondolja a témádról, amit te is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb.